sziasztok, üdvözlök mindenkit, ez itt a Darkest Dungeon egy újabb epizódja, és most kicsit nehezebb vizekre hajtunk, evezünk egy közepes, 3-as szintű veterán küldetést kísérlek meg végrehajtani. Csapatomba betettem egy okkultistát, egy pestis doktort, egy utonállót és egy lovagot. Hát meglátjuk, mire megyünk majd. Van egy 5-ös, egy 4-es és 2-3-as szintű karakterem. Azt lehet mondani, hogy na viszont 3 másult. Ebből is 3-at. 4-5-szer. Közepes küldi, célszerű komolyabb mennyiséget vinni. Ja igen, fákja. 16 fákja, bízunk benne, hogy elég lesz. És miután a csapatok tagjai közül 3 a Crimson hátokban szenved, úgyhogy kénytelen vagyok mondjuk 6-at. És akkor a maradék volt egy darab. Antibiótikum szentrális van, ásó van, és hajózás. Itt már biztos, hogy táborozni fogunk, a feladat egyszerű. 100%-ban kell a ütközeteket a szobában teljesíteni. These salt-soaked caverns are teeming with pelagic nightmares. They must be flushed out. Nézzük, hogy állunk. Igen. Már is egy ütközet balra. Hát induljunk el balra. Igen, ő már elkezdett hisztizni a bajaban. Ez mi a manó? Ja igen, lovagról vegyük le. A lovagunk sajnos kleptomániában szenved, így ha a lootot talál hajlamos belenyúlni. Koral. Ez Medical Herbel nyílik, és abból még van egy. Valamit levett a... Igen, egy káros körköt lekapott róla. Strike!
coordination is broken. Maintain the offensive. A devastating blow. As the fiend falls, a faint hope blossoms. Confidence surges as the enemy crumbles. Seize this momentum. Push on to the task's end. Az életünk derekosan, mit nem mondjak. Egy egyszerű primitív küldi. Jó. Tehát akkor megyünk vissza. Mondom vissza. The light, the promise of safety. Yeah. A handsome reward for a task well performed. Ezért nem akartam kaját használni. Nem a rövid küldetés alatt képesek négyszer.
onslaught. Destroy them all. Prodigious size alone does not dissuade the sharpened blade. Gigantikus osztriga, ehhez, ha minden igaz, ásó kell, úgy van. Ezért túl sok ásót ne használjunk. Wealth beyond measure. Hát nem értem. Awarded to the brave and the foolhardy alike. Álljunk át ide. Ott egy csapda, azt hatástalanítsuk. Kapott egyből. Kapcsoljuk fel a lámpát. És készüljünk fel a következő balhéra. The match is struck. A blazing star is born. Azt mondta, hogy nem tudom, mit rakjak le, mert az a kulcs az most.
kivételesen kellene. Letesszük a fákját, aztán bízunk a legjobbabban. Ezért legalább csapdába ne fussunk, nem muszáj. Megnézni. Szeretni való kis csapat. Igen, nem futni csapdába. Végszükségbe, ha nagyon szorul a hurak, vissza is vonulhatunk, minden tovább is, csak akkor plusz stressz kapunk. És ott a macska környékén tartunk majd egy táborozást. Ez a térkép. 1, 2, 3, 4. 2, 4, 5. Lehet, hogy a következő szobába tartunk egy pihenőt. Ez az úton álló, ez felettébb alkalmas csapdák feltörésére. Nem tudom. Bírunk még egy ütközetet, bízunk benne. Hát ez meg mi a... fölött a szúnyogok, neki vért kell adni. Egyébként neki áll hülyeséget csinálni. 68.
a decisive pummeling. A dizzying blow to body and brain. Remind yourself that overconfidence is a slow and insidious killer. Speedstone. Edge speed. Hát... Az most bizony itt marad. Ez 375-öt ér. Hát ez a... Huddled together, furtive and vulnerable, rats in a maze. Thank you.
azért elég jól sikerült elvinni a stressz szintet. Tudsz valamit tenni egyeshez? Ez kettes, négyes. Ez a stressz. Tehát önmagát le tudja vinni, viszont a társait megbestresszeli. Pedig ha as the light gains purchase, spirits are lifted and purpose is made clear. On its own. Mortality clarified in a single strike. Kéne visszavonulnunk. Thank you.
Tisztán. Unwound. A trifling victory, but a victory nonetheless. Azt hiszem, hogy nem fogok azzal kísérletezni, hogy elpusztítsam a embereimet. Nézzük, gigantikus osztriga. Az bizony ásóval nyílik. At last, wholesome marine life can flourish. If indeed there is such a thing. Csődik elég a négyes szintet. Ezt hintet. 10-15%. Igen, a gyorsi volt. Megette róla, de természetesen miért ne vette volna le. És van három éves karakterem. A troubling shortage of ale. Nem volt rossz. And a notable absence of good humor. Azért még van mit felgyűjtni. Körülbelül ennyi volt egy közepes szintű küldi. Na nézzük, mit kaptunk még, jutalmúr te vagy. Normán 23, gyorsaság, 15%. Sebzés, plusz 15%. Stressz, igen, ez aztán ritka és ritka szar. A plusz 15% stressz mondhatjuk, hogy nem sok, de sok. Na, ennyi volt. Sikeresen vettük az akadályt. Megnézzük mennyire. Igen, ő még nem épült fel. Na, csődik egész olcsón megúszta. Felépült. Igen, kaktuszt be kell tenni. Rehabra. Ribanszka még ott van. Még mindig kocsmázik. Menj a játékterembe. Nem tetszik.
stresszmentesíteni, ahol az a síparcú van. És így körülbelül el is ment az az összeg, amit sikerült összeszedni. Megtolvajt azt betesszük bünkire. És maradt 10 000 pénz, amiből tudunk fejleszteni, nézzük, tudunk-e új karaktert szerezni. A Chester nagyon kiváló. Érdemes legalább egyet, de inkább kettőt megtartani, azonban miután ezek nullás szintűek, egyenlőre hagyom. Szereztünk-e annyi mindent, hogy tudunk fejleszteni? Nem. Ezt kellene felnyomatni 2-es szintre, és akkor még erősebb karaktereket lehetne vásárolni, amíg ez nincs fönt 2-esen addig. És ehhez kell papír, valamint címer, pajzs. Papírból állunk nagyon szorul, el kell mennem egy egyszerű küldetésre antikváriussal. Na, úgy néz ki, hogy akkor 1-es szintű, 1-es szintű, 1-es szintű. És 1-es szintűket majd szép lassan felfejlesztem. Vannak a 2-es szintű, 3-as és egy darab 5-ös szintű is. Igen, meglátogatjuk a temetőt. Igen, ő ugyanabban az ütközetben pusztultak el mindketten. Ő egy aranyos kis gyógyító volt, akit megevett a krokodil. Ő elvérzett. Őt lemészárolt a disztóherceg. Ő elégett a mágián. Bár az van ide írva, hogy a fanatikus mészárolta le. Mert a mágián égett el szegény. És ő is elégett a mágián. Ugyanabban a csatában haltak meg mindketten. Illetve nem, őt tényleg lemészárolta, mert leszedtem. És utána levágta, majd föltette tök fejet, akit ott hagytam meghalni, mert maradék 2 harcosomat meg akartam menteni. Na, tehát ennyi volt. Egy közepes, 3-as szintű küldetés, nem megoldhatatlan, de nem könnyű. Mit mondhatnék? A Darkest Dungeon nem nehéz, de inkább érdekes játékmechanikával rendelkező stratégiai játék, ahol nem mindig az lép, akinek kellene. Hát lezárom ezt a videót, ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha nem, tudjátok, mit kell tenni. Valamilyen kommentetek, kérdésetek van, nyugodtan tegyétek föl. Legközelebb valószínűleg egy boss fightot fogok feldobni, de addig is sziasztok!